és negyedik csapat személyi vendégoldalom. Kell mind a két büntető. Az első bent is van. A második lejön, egyenlő az állás, 58-58. Fekete védekezett keményen, Észögi dob egy duplát, egy szép passzcsel után, két ponttal vezettek a vendégek. Kandics, Fekete. Kandics. Nem esik be a labda, jön viszont két Kandics büntető. Dámicsányi harmadik hibája. Nem is vennek a nyíregyháziak a lepattanóért. Behullik az első. Bár egy picit rövid volt, de ugyanannyit ér, mintha csont nélkül esett volna be a labda. Mint most, kettőből kettő. Austin. Egyből emeli Damicsanyin, és visszajön a labda, visszaesik a vendégekhez, Austin, Csipku, csodálkozik rá a játékvezetőre, Austin viszont odáll a büntetővonalra, Csipkunak második, harmadik hibája, harmadik hibája Csipku Ernőnek. Az első lejön, marad a 60-60. A második is. Végig kell játszani, hiszen egy másodperc a különbség a támadó idő és a negyedből hátra lévő idő között. Fekete. És lehetőség szerint kosárra befejezni. 8 másodperc, Fekete. Mohácsi, eddig láttunk tőle két jó triplát, hármat pontosabban ezúttal nem. Egy másodperc, ez már nem. Ami azt jelenti, hogy 3-4 után 60-60 az állás, egy izgalmas záró 10 perc előtt állunk, ha csak nem látunk még ráadás, és ez kiderül a következő percekben, tehát 60-60-ról folytatjuk. 60-60-ról vágunk neki tehát a mindent eldöntő, ha mindent eldöntő záró 10 percnek. Szögi, Medve. Fekete nyúlt bele a paszba. Hagyis lett volna a címzett. Tenisin adta vissza Hagyis. És marad a labda kékeknél, bár elég vehemensen tiltakoznak a hazaiak. 4 másodpercük van még. Egy kis egyeztetés a játékvezetők között. És marad az ítélet. Egy dobásig belefér, és kosár nincs, Fekete. Miskovics, Fekete. László hagyja ki, de László kosara, vagy dobása kosara tér, hiszen már úgy értek a labda az a vendégek. Amikor az már érvényes volt, már mint a dobás. 62-60. Fekete ért Polyák a pályán. Fekete megsérült. Belekaphattak a szemébe, vagy az orrába, hiszen az orrára rak egy zsebkendőt, és le is fekszik.
Nincs hipszó, van viszont egy palánkos büntető Forszékitől. Valóvics játékvezető mutatja, hogy nem történt semmi szerinte. Kandis támadót reklamál. De a tény az, hogy ezután a tripla után egy ponttal vezettek a vendégek. Polyák és Szögi párharca. Kandis. Mohácsi. Hágyis volt szabálytalan, második hibája. Kandis. Polyák. Polyák tette fel, most Miskovics került a földre. És kezdenek elszabadulni az indulatok, az az igazságosság a mérkőzéshez képest túl sokat vannak a földön a játékosok. Fekete óra sem valamiért, vagy semmiért kezdett el vérezni. Polyák dobhat két büntetőt. Jó az első. És kell minden pont, hiszen szoros az állás, konkrétan most egyenlő volt, legalábbis egészen eddig. Polyák Laci le is megy, kapja az elismerő pacsikat. A pici idő, amit most a pályán töltött, abszolút kihasznált lett általa. Pontosabban kihasznált ezt az időt ezzel a két büntetővel. Hágyis beláll egy hármasba, és jó a hármas. Vendégelőim már két pontos. Kandis, fekete. Mohácsi menti meg. Van még ideje, aztán nem esik be, de dob majd kettőt. Cser a vendégeknél, Horthy jön Demicsinyi helyére. 1-40 telt még el a negyedik negyedből, sokat állt a játék. Jó az első Mohácsi büntető. És a helyén a második is. Medve, Szögi, László szabálytalankodó Szögivel szemben. Szögi. Medve. Lejárt a támadó idő közben, fekete, Mohácsi lép be, és ismét dobhat két büntetőt. Horthy Bálint, negyedik hibája, 66-66. Nézzük ma első büntetőt, az előbb kettőből kettőt dobott be. Jó, a harmadik is. Csinórban.